Tudod, hogy téged a jobboldali értelmiségi tábor, ami naívánknak tart? Hát ugye van egy van egy uh, image, ami azért valamennyire tudatos. Uh, neked... De erről hallottál? Hát nyilván. Ezt nem mondják face-to-face, -face, gondolom. Itt hát... az első alkalom. Szerintem. <laughs> hát nyilván face-to-face uh, -face is mondják, vagy kommentben mondják, vagy. vagy uh vagy vannak ilyen zárt újságíró csoportok, ahol ö, kaptam már ilyeneket, meg egyébként face to face is, mit tudom én, transit fesztiválon, vagy te tudom, hogy, ö, hogy a naiva az egyébként még kedves, tehát van, aki konkrétan butának tart, meg van, aki ö, mit tudom én, szakmailag nem tart, vagy az, vagy, vagy az velem szemben egy, egy komoly kritika itt a jobb oldalon, hogy, hogy én nekem ilyen megfelelési kényszerem van, én udvarlok a liberálisoknak, szóval ilyesmi, ilyesmiket itt szoktam kapni. Ez utóbbi esetében fölmentelek, mert bár más dimenzióban, de ezt én is meg szoktam néha kapni, hogy én vagyok a lipsi tégla itt a tévében, rádióban. Viszont viszont ó, szerintem a, azt senki nem kérdőjelezi meg az esetetben, hogy jó szándékkal és jó hiszeműen közelítesz egy olyan témához, amihez mondjuk egy átlagos, jobbos, újságíró kollega, vagy értelmiségi, vagy nem tudom én ki, az mondjuk egy picit keményebb hangot üt meg, vagy zéró tolerancia van neki bizonyos esetekben. Pláne olyan esetekben, amelyekben, hiszen Skrabski Fuzsina a mai műsor vendége a bezzekben, mert a bemutatás csak most történt, meg én Lentulai Krisztián vagyok, amelyikben téged, Fruzsi, úgy könyvelnek el, hogy, hogy mindenképpen törekedsz arra, hogy abból az emberből, akit, sok esetben ez az oldal néha már nem is ellenfélnek, hanem ellenségnek tart, te meg akart benne látni akkor is a jót, amikor ott nem kéne keresni. Inkább erről van szó, Ö, ott, ahogy, amikor ostobázás vagy, vagy butázás van, az szerintem ott az más típusú dolog, és szerintem ott annak az embernek van ezzel szemben maga felé elszámolni valója, de én inkább ezt a vonulatot érzem. Hát én tényleg hiszek a párbeszédben, egész egyszerűen a, a magánéletemből kiindulva. Tehát én azt gondolom, hogy annak semmi értelme, meg kommunikációs szakemberként, annak semmi értelme, hogy, hogy kigyót béket kiabálunk egymásra, és, és, akkor így megállnak a frontvonalak. Tehát, hogy, hogy én, én azt nem tartom értelmesnek. Például nekem a, a patás ördög Gyurcsány Ferenc, de én, én Gyurcsány Ferenc is nagyon szívesen leülnék beszélni, és amikor Kergettem a, ott az áldozatokkal 2006-ban. Akkor is azért kergettem, mert én tényleg kíváncsi voltam, hogy, hogy ő, ő miért tette azt, hogy miért csinálta ezt. Ugyanígy Biscubélára is rendkívül kíváncsi voltam. Tehát egyszerűen érdekelt, hogy, hogy mi lehetett a mot, motivációja, vagy, vagy van-e valami, bármilyen épeszi magyarázat, hogy egy ember hogy lesz ilyen, hogy tesz meg ilyen szörnyűségeket. Tehát, hogy tényleg nincs olyan ember, akire azt mondom, hogy nem, én veled nem beszélgetek. Egyébként nincs is olyan műsor, meg nincs olyan találkozó, amire én nemet mondok. Nyilván bolondokkal mondjuk nem találkozom, mert annak nincs értelme, hogy valaki őrült, de mondjuk, hogyha csak rossz indulatot tegyük fel, vagy csak gonosz, akkor, akkor, akkor szívesen leülök vele, mert, mert én azt látom, hogy, 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 hogy még a, a, teljesen más gondolkodású embereknél is bizonyos pontokon egyet tudunk érteni. Tehát például ugye van a három királyfi, három királylány mozgalom, amit vezetek, azért dolgozunk, hogy megszülessenek a kíván gyerekek, és 2013-ban az összes parlamenti párt frakció vezetője aláírta a nyilatkozatunkat. Ezt ki kellett járni. Nyilvánvalóan akkori MSP nekem egyáltalán nem volt szimpatikus, de, de az MSP elnök is aláírta, az akkor Mesterházi Attila volt, és, és, ez nekem nagyon fontos volt, hogy, hogy legyen egy olyan témánk, mondjuk a gyerekszületés, amiben mindenki egyetért, és hogyha véletlen kormányváltás van, akkor is tudjunk működni, akkor is szülessenek meg a gyerekek, vagy ha valaki most gyereket vállal, akkor abban a tudatban tegye, hogy emögé minden párt áll tehát bármilyen kormány lesz, elviekben támogatja ezt. Oké, de ezt tekinthetjük nemzeti minimumnak, és ott, igen. Ott, ott tényleg nem haszontalan keresni azokat a pontokat, ahol ahol egyetértés lehet a két most már hagyomány, kulturálisan és tradicionálisan is ellentétes oldal között. De amikor a Másvilág című egyébként teljesen jó, podcastedbe. Mostanában elég sok ilyen befutottam bele, amikor a Facebookon az oldaladon hirdeted. Mérővel a Cutor Zoltán, Stumpf András, vendég tud lenni. Ott valószínű mi, és most a mi ez egy ilyen furcsa királyi többes, de hát és akkor visszajön a Skrapski fruzsina a naíva. tehát hogy mi valószínű ott meghozzuk ezt a vonalat. Most a felsor most felsoroltam négy embert. Mindegyiknél talán más más dolog miatt. De alapvetően mindegyiknél tudunk valami olyat mondani, amikor hol az attitűdje miatt, hol elhangzott mondatok miatt, hol valami minősíthetetlen so sokszor valami megalázó vagy elitista duma miatt, ezek az emberek kimondva kimondatlanul egy picit personongráták lettek ezen az oldalon. Te pedig mégis meghívod őket, ez nem nemzeti minimum, hanem itt ez egy párbeszédre való törekvés a részedről. Amikor ezeket az embereket meghívtad, neked első szóra eljöttek? Vagy győzködni kellett őket? Ö, első szóra eljöttek. Ö, hát igen, én én. Tehát a filmjem is olyan, az újságírói tevékenységem is olyan, meg most ez a, nem tudom, influencer tevékenység is olyan, hogy én, én, én szeretnék hatni a világra. Én teljesen tudatosan azt gondolom, hogy, hogy, hogy segíteni kell az embereket egy, egy vitakultúra kialakításában, és, és szerintem ennek az, az, az a megoldása, ha leülünk beszélni. Tehát vegyük például a mérőverát. Ö, ugye ő megtámadta nagyon-nagyon csúnyán Csaba testvért. Hát, én... ha csak ez lenne a. a jó, listán. csak most ugye. A legfrissebb ez, folyán... igen. Én Csabát nagyon-nagyon szeretem, nagyon tisztelem, nagyon jóban vagyunk. Készítettem filmet is a traumáinkon innen és túl, amiben szerepelt, sokszor előadott a három Királyfiban. Voltam nála a vendégségben, volt nálam vendégségben, tehát egyfajta baráti kapcsolatszerű viszonyunk van, és, és egyébként is a papok magányosságáról is kéne beszélni, hogy, hogy minket, ha megtámadnak, ott van mögöttünk egy család. Egy pap, meg, meg azért úgy, úgy, egyedül van, rendben van egy szerzetes rend, egy egyháza, egy nem tudom, de, de mit tudom, én egy kardos férj, mint nekem van egy kardos férjem, és hogyha engem valaki megtámadna, akkor biztos, hogy minden módon megvédene. Ilyen nincs mellettük, vagy egy kardos feleség. És, és ezért, ezért, azt gondoltam, hogy, hogy tűzzel vassa ki kell állni érte mellette, ráadásul egy hihetetlen jó ember, és az egész rágalom hadjárat egy abszolút hazugság és, és, gonosz, és, és tehát erről is írtam, ugye? Lekáinoztam mérőveráikat, kifejezetten kiraktam a fotóját neki is, Konok Péternek is, szentesévának is, akik ak akkor beleálltak a, a Bőte Csaba testvérbe. És Dühöt én... éreztél? Hát abszolút, én, 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 én nagyon... Mert viszont ez, 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 nem fruzsis megnyilvánulás, ez szerintem de. komfortzónádon túli lehet. De pont ez, pont... állítasz. De pont ez a lényeg, hát én a, a is ugye lekiabáltam, tehát hogy, hogy én azt gondolom, hogy egyrészt a dühünket jogos kifejezni, és ki is fejezni, szóval én, nem, én egyáltalán nem ez a kis visszafogott természet vagyok, ha, ha én egy ilyen nagy igazságharcos vagyok, én hogyha az utcán is, ha bárkit előttem bántanak, múltkor is oda mentem egy apukára, rászóltam, hogy, hogy miért kinozza a gyerekét, mert nem tudom, hogy ráült, vagy nem tudom, és nekem olyan furcsa volt, lehet, hogy játék, meg minden, de tehát én nem tudok szó hagyni semmit, mondom, a, az orrom bármi történik, de Azért a, a is. Hatékonyságodra kíváncsi lennék egy ilyen utcai szinten. Hát de szerintem 10-ből 8 or köze van hozzá, nem? Hát leszállt róla. Mondta, hogy csak ja. játszanak, mondtam, hogy jó. De át róla. Tehát a gyerek felszabadult, gondolom. Na mindegy, de ezt most csak arra mesem, hogy, 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 hogy én, én, így rögtön reagálok, és, 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 és keményen reagálok, és, és, azt gondolom, hogy meg kell védeni egymást. Én nagyon sokszor megvédek, nagyon sok mindenkit, de, de mondjuk most bőtte Csabát, de előtte mondjuk például, amikor a Bodoki Tamás barátomat, aki ugye az átlátszóhu a főszerkesztője támadtátok, hogy hogy, hogy én vagy hát, nem, nem, is, a, de... Nem, nem, akkor a, mit a okay. magyar hang kapcsán, hogy akkor ott van egy nem tudom milyen szerződés, és akkor ők is soros, meg mit, akkor meg mellettük álltam ki. Tehát, hogy, hogy én, én figyelem a közéletet, és hogyha valaki szerintem igazságtanul bántanak, akkor kiállok mellette. Jó, de akkor mérővel ver a pellengére állításában, hogy lett meghívás. <laughs> és akkor, és akkor ez, ez, elindult ez a folyamat, akkor ő is írt rólam, akkor, és akkor ez így ment, ment. Majd Csaba testvér kért meg, hogy jön Budapestre, és hívjam oda a kritikusait, és szervezzek neki egy, egy találkozót a kritikusaival, és Hát én először felhívtam a hírtévét, hogy szerveznék-e meg ők, mert én nem vagyok stúdió, meg, meg nincsenek embereim, meg nem tudom micsoda, de végül is nem, úgyhogy akkor megszerveztem én a irodánkba, oda hívtam mindenkit, amire nem jöttek oda. És viszont Csaba testvére eljött, meg három lánya, elkészítettem ezt az interjút, megkérdeztem mindenfélét Csaba testvértől, amit szerintem a kritikusai kérdeztek volna, mit tudom én, bocsánatot kére az áldozatoktól, stb. Elkészült ez az interjú, és, és én, és én aznap este nem, nem tudtam aludni, mert azt láttam így kommunikációs szempontból, hogy, hogy fogják és szétszedik. Tehát tök, ugye nagyon jól válaszolt, nyilván egy hiteles ember, abszolút de láttam azokat a mondatokat. Pont a amiket, hitelét akarták kikezdeni? Igen. Amiket majd ki fognak belőle szedni, azért, mert ő úgy fogalmaz, azért, mert ő sokkal többet tud erről az egész témáról, mint mi, hiszen ő maga tényleg megmentett 6000 gyereket, tehát ő tudja, hogy milyen. Cigány gyerekeket, traumatizált gyerekeket, stb. összeszedni, felépíteni és ember csinálni velőlük, ő ezt tudja. Nyilvánvalóan ezért vannak olyan megfogalmazásai, ami egy ilyen budapesti kis pc aranyos nőnek ö, ö, nem tetszik, és akkor azt mondja, hogy ez nem szakmai, vagy mit tudom, én van róla a véleménye. Na, és az a lényeg, hogy, hogy, hogy ez lement, és utána felhívtam csak a testvért, hogy ne aragudjon, de nem, nem adom le az egész, mert én nem akarok, nem akarok újabb habot verni itt az egész történetben, már így is teljesen túl van habosítva. Meg én nem akarom, hogy őt szétszedjék az én interjú miatt, amiben egyébként nagyon korrekten mindenre válaszolt, de, de nem, de, nem, akarom, hogy, hogy bántsák akár emiatt. Ő mondta, hogy ahogy jónak látom hallgatni arany, és végül, végül ugye kivágtam belőle csak a lányokat, és, vagy hát a, ők már nők, mind anyukák, hárman, és azt a, azokat az a interjú részleteket leadtam, aminek, és utólag nagyon jó döntés volt, mert, mert, mert nagyon nagy nézettsége lett, több, több mint százezer, és, és nagyon jó hatás lett, és abban nem lehet belekötni, ugye ezek olyan nők, akik ott nevelgettek, és nagyon diplomáztak, gyerekük lett, boldog életük lett, és ezt csavatestvérnek köszönhetik, és elmondták, hogy igen, volt rendfegyelem, nem bántalmazták őket, hanem rendfegyelem volt, de így tudtak eljutni oda, hova eljutottak. És amikor ez, ez lement, akkor, akkor utána ezen gondolkoztam, hogy, hogy, hogy meghívjam a más világba át, és akkor vettem egy nagy levelőt, és meghívtam. Azt mondták a barátaim, mert nekem egyébként nagyon sok barátom van, aki segített be a Facebook meg influencer tevékenységbe, és tanácsokat adnak, meg szólnak, hogy mi volt jó, mi volt rossz, nagyon kritikusak, nagyon sokat segítenek, hogy tehát féltettek, hogy akár pont emiatt a úgymond naivaságom miatt, hogy, hogy én most ők attól féltettek, hogy én most bedőlök, hogy, hogy majd jó fej a mérővera, és akkor én azt hiszem, hogy itt a világ béke. De, de ez, nem, ez, ez nem erről szólt. Én, 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 nekem arról szólt ez a beszélgetés mérőverával, hogy, hogy bemutassak egy olyan beszélgetést, és most már minden más világ interjúmban erre törekszem, hogy nem verem bele a interjú alany fejét a, kutyapiszokba. Tehát, hogy nem, nem arról szól, amiről általában a közéletben ezek a viták, hogy na ide, az és akkor azt mondom neked, hogy te figyelj, a múltkor azt csináltad, meg ezt csináltad, meg ezt miért mondtad, meg miért azt mondtad. Megkérdezem, hogy miért csinálta, de adok neki teret, hogy elmondja, és, és nyilván, ha hazugság, akkor, akkor közbe kell vágni, meg nem tudom, de például voltak olyan mondatai, hogy ő azt mondta, hogy ő nem... Ő nem bántotta a csapatestvérvé, valami ilyesmit. Nyilván akkor fel lehetett volna olvasni, de mégis csak miket írtál meg. Nem. Én ezt nem csináltam. Én hagytam hogy elmondja a saját verzióját, és csapatestvér védelmébe szerintem emiatt sokat tettem, mert ő ott kimondta, hogy rendkívül tiszteli csabatestvért, kimondta, hogy, hogy iszonyatos bűn. Végén kiderül, hogy nem te vagy a megfelelési kényszeres, hanem ebben a helyzetben mérővera volt. Én de meg... ez, egy, ez, egy, ez egy jó szituációs helyzet, mert nincs kényszer alatt, hogy ezt mondja, de mégis kimondattad vele. Igen, és, és elmondta, hogy, hogy iszonyat nagy bűn, hogy, hogy összekeverik a, a csapatestvért a vádlottal, és ő ezeket kimondta. És innentől ami a korábbi írásában nem volt. Nem benne. volt. Tehát, mintha két személyiség egyébként, a, aki velem beszélt, meg aki ír. De utána, amikor leraktuk a Skype-ot, mert vettem fel, utána már belekötött Bakdi-Mőkébe hasonló stílusban, szóval látszik, hogy nem tudom, neki van egy ilyen. Hát ki van a lámpa, vagy. Nem tudom. Az vagy a lényeg, nem. hogy mi, amikor beszélgettünk, akkor ez a téma, ez egy szakmai irányba terelődött, a, a, az árvaházak ö, helyzete, a gyerekek kiszolgáltatottsága, a szexuális visszaélések kezelése, az erről szóló filmek, az evel való foglalkozás, és annak viszont van értelme szakmailag. Persze, üljünk le, nagyon fontos a gyerekek védelme is, és nagyon fontos ebben előrelépni, és igenis biztos, hogy a testvér árvaházaiban is lehet ezen fejlődni. Tehát, hogyha erről beszélgetnénk, az szuper lenne, csak ugye nem erről volt szó az utóbbi időben, és sikerült becsatornázni ebbe a vonalba, és így. így hírett véve a szél a Én így érzem. Én ennyit tudtam tenni Csaba Ez az egész azért volt, hogy védjem Csaba testvért, és én remélem, hogy sikerült is. Ígérem, Fruzsi, hogy az utolsó bört húzom le a naivaságodról, és aztán más vizekre fogunk kevezni. Amikor te a saját táborunkon belül észlelted ezeket a hol finomabb, hol keményebb kritikákat feléd bizonyos dolgok kapcsán, amikor te megnyilvánultál valamiben, és az nem tetszett a többségnek. Volt-e, aki a védelmedre kelt, volt, aki biztosította arról, hogy, hogy érti, hogy miért csináltad, illetve rögtön egy másik kérdés, hogy rád számíthatunk-e, ha mi kerülünk egy olyan szituációba. Mert azt mondod, hogy akit sérelemért, a nagy igazságérzeted miatt biztos ki fogsz mellette. Ha valaki hibázik a mi táborunkban, legyen az újságíró, vagy bármilyen értelmiség ember. Akkor is számíthat a te védelmedre, vagy ott már megfontolod? Hát, ugye ez, ez, ez esete Eset függő, vár, igen. Tudom. tehát, hogy mit tudom én most, tudok konkrét példákat mondani, Ú, nyilván rendszeresen megvédek bárkit, másrészt, nyilván rendszeresen megvédek bárkit, nyilván közülünk még szívesebben, mint, mint a másik oldalról, vagy, vagy nem válogatók, de ugyanakkor meg, meg, amikor a mi oldalunkon mondjuk, tehát én például iszonyatosan utálom a trágárságot, és ezt tudom, hogy ezt több, többször szóvá tettem, amikor a mi oldalunk műsorvezetői trágárkodtak. Szerintem nekem, tehát nekem a polgári vagy, vagy konzervatív világban például ez nem fér bele. Tehát, hogy ezt is szóvá teszem, de ha nyilván, ha bántanak, hát persze. Elsősorban bárkiért. Rengeteg mindennel foglalkoztál, nyilván a Biscuff film, ami tényleg a sors úgy hozta, hogy az első komoly nagy munka, és, és emiatt emlékszik rád leginkább mindenki. De hát annyi minden más csináltál, amit ö, én is meglepődve olvasok, ö, mennyi minden díj, mennyi minden ö, dokumentumfilm, ismeretterjesztő film van a neved mellett, de leginkább az lepett meg engem, hogy az elsők között voltál Magyarországon, aki, aki a bloggerkedésre adta a fejét. Az meg végképp, hogy valamilyen szempontból a Mandiner előfutáraként volt oldalad és írásaid, tehát hogy az egésznek a genezise, az visszavezethető Skrapsi Fruzsinához. A neveddel mindig bajban leszek, mint ahogy mindenki más. Szóval, hogy hogy, hogy hogy emlékszel vissza arra az időre? És hogy emlékszel vissza, nyilván ez egy szűkebb prizma, de ki is tágíthatjuk, hogy emlékszel vissza az akkori média helyzetre Magyarországon, vagy akár az értelmiségiek megnyilvánulási lehetőségeire Magyarországon? Hát igen, a, a Mondinár az nekem így a legkedvesebb közegem, a legjobb barátaim, tehát hogy ugye az utolsó figyelmeztetésként indult, és hát az, az egy ilyen, tehát ott nem, nem volt nő, női szerző abban a bal csapatban, és a Hegedű Zolit nyüstöltem, hogy én szeretnék odaírni, mert bár mindenki ingyen írt, nagyon nehéz volt oda bekerülni, és akkor lett egy ilyen női szemmel rovatom. A Cotter András megírta a férfi szemmel, ugye Lelki Lola álnéven írtam ezeket, és, és elindultak ugye a blogok. És nekem, nekem, ez az egy hatalmas élmény volt, hogy előtt a Magyar Nemzet újságírója voltam, és ugye volt ez a, ez a fajta ilyen tekintélyelvű újságírás egész a bloggerkedésig, hogy a, a vezércikkíró megírta a vezércikket, a Népszabadság, a Magyar Nemzetbe, az volt a vélemény, ha neked más volt a véleményed, akkor írhattál egy olvasói levelet, amit legfeljebb valahol utolsó oldalon megjelentettek. Tehát ez volt a kommunikáció az olvasó és a, az író között. Nem so, volt ínyedre. Nem, és nagyon nagy hatalmi távolság volt, ebben szerintem az újságírók vissza is éltek, mindenki az újságíróknak puncsolt, a, a cégvezetőktől kezdve a politikusokig, meg minden. A, a bloggerkedéssel meg, meg megnyílt az a világ, hogy, hogy rögtön... Rögtön szóltak, hogy helyes írás hibát vétettem, hogy, 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 hogy rossz információt mondtam, hogy nekik nem tetszik, hogy butasság, hogy naíva, hogy akármi. És ezen kívül meg, meg ilyen nagyon értelmes viták indultak el, akkor még teljesen más volt a komment kultúra. Egy csodálatos világ volt a komment mezőben, és, és ott. Mindig így elkezdtünk arról a témáról beszélni, amiről írtam. Rengeteg információt adtak hozzá, abból született a következő blogbejegyzés, tehát hogy így egymás generált egy ilyen nagy virtuális közösségben voltunk. Igazából a kommentelőink is írták az újságot, és itt tudom, még karácsonykor például volt egy kommentelőnk, akinek kilenc gyereke volt egy anyuka, és akkor a karácsonykor például velük készítettem egy interjút. A kilenc gyerekével együtt. Tehát, hogy ilyen, ilyen, teljesen így összeolvattunk a kommentelőkkel, és közösen készítettük ezeket a blogokat, és hatalmas élmény volt, és igazából vlogolni is mi kezdtünk. Novák Tamás és Salád Gergelyel egy-egy ilyen kis, kis fényképezőgép videóval mentünk ki a, a, a Gyurcsány ellenes tüntetésekre, és mit tudom, Géci Zsoltot megkérdeztem, hogy szerelmes egy Gyurcsány Ferencbe, és akkor így mondta, hogy nem, nem, nekem feleségem van, szóval ilyen nagyon vicces... Igen, uh... akkor még nem tudtad, hogy Vadai ágnes kellett volna megkérdezni. <síns> <síns> nagyon vicces jelenetek voltak, és uh... És ne és hát felejtsük -e, ugye, hogy egy 30-as évei elején járó Skrapski Fruzsina van a, 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 ezzel a kis készülékkel, és, és, pimaszkodik a, a kormánypárti politikusok. Igen, 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 igen. És akkor uh, ugye ott, ott uh, merült fel, hogy, 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 hogy megkeresünk uh, kommunistákat, és hogy becsöngetünk, és megkérdezünk, hogy, hogy bocsánatot kére. Ez, ez volt így a terv a Novák Tamásra, hogy ilyeneket, ilyen kis eseményeket csinálunk és ugye ebből lett aztán a Biszkú film, és ugye a Biszkú Bélet javasolták a kommentelők, mint legnagyobb élő kommunistát, és akkor megkerestük, megtaláltuk, és aztán közben rájöttünk, hogy egy filmet készítünk belőle. Nem is tudtam, hogy ez egy népakaradból született a célszemély. Hát én megírtam a kommunisták reszkessetek című blogbejegyzésemet, hogy jövünk, és mindenhova becsöngetünk, és megkérdezzük, hogy bocsánatot kére, és keressük a legnagyobb élő kommunistákat, és akkor ott a kommentelők beírtak, hogy szerintük még ki él, és a legtöbben a biszkubélet írták, úgyhogy uh, akkor így elkezdtük keresni a címét, kiderült, hogy nem tudjuk a címét, elbújt, elrejteződött, és akkor ugye ebből lett a a Biszkú film, és uh, hát az a film készítés uh, tényleg így sok filmet készítettem, de hát az, az egy ilyen buli film volt, tehát ugye senki nem adott rá pénzt, saját költségvetésből volt, összesen egy millió forintba került, Novák Tamással mentünk, mint a ilyen kisgyerekek, és akkor tök izgalmas volt, hogy fú, akkor most bemegyünk, most bejutottunk, most így verjük át, most ezt csináljuk, most azt csináljuk, most levisszük már a papíra. Szóval az egész egy ilyen hatalmas élmény volt maga a film forgatása. Azért azt el kell mondanom, hogy, hogy ehhez ehhez hozzájárult a férjem, aki ugye eltartott, meg én ugye meddő voltam, nem volt gyerekem, úgyhogy, úgyhogy, ezt meg tudtam tenni, hogy ilyen dolgokkal foglalkozzak és rohangáljak, de hogy, tehát azért ezt párki sajnos nem teheti meg, de hogy ennek köszönhetően készült el a film, és, és hát hatalmas élmény volt, és utána akkor jöttem rá, hogy, hogy tehát én mindig újságíróként definiáltam magamat, és még most is annak tartom magam, csak mondjuk dokumentumfilmes újságíró, hogy, hogy, hogy a sztori, a sztoriban a sztori, tehát hogy az, hogy elkészítesz egy filmet, az egy dolog, de utána ugye letiltották, akkor, akkor ezért egy illegális vetítést tartottunk, ahol aznap este 2000-en nézték meg a mentateraszon, akkor parlamenti rendkívüli kulturális ö, ö, bizottsági ülést hívtak össze miatt, akkor, a, és akkor az egész akkor perindult, nem tudom, és akkor az egész ö, így görgött tovább, és egy filmből lett egy hatalmas politikai, meg társadalmi aktivitás ha egy időgépbe ültetlek, Fruzsi, megvannak-e a, a feleszméléseid három parlamenti választás éjszakájáról, amikor az eredmények jönnek? 2002-re vagyok kíváncsi, 2006-ra vagyok kíváncsi, és 2010-re vagyok kíváncsi. Bónusz kérdésként az összödi beszéd első meghallgatására is. Tehát négy, négy pillanatot szeretnék az életedből, hogy vissza tudod-e idézni, hogy mit éreztél, mit csináltál, hol voltál. Hát, ugye két kudarca az igen, első. Igen, igen, Hát ugye szerintem hongyula után 2002 nem volt akkora pofon, tehát nekem hongyula volt a, a legnagyobb pofon, tehát hogy hogy, hogy tudják hát akkor a, a rendszerváltás. Igen, akkor visszamehetünk. Hogy a rendszerváltás egyik. után megválasztanak egy pufajkást. Tehát hogy ez, ez olyan, tehát hogy akkor minek, vagy nem tudom, akkor mi történt. Tehát nekem az volt az, az, volt az igazán durva pofon. Hát, hogy, hogy ott a, a Gyurcsány ö, nála, a, vagy hát az, az később volt. De van egy megyesünk. Igen, igen, van a megyesi, de, de a, csak még arra emlékszem, hogy, hogy ugye voltak akkor a miniszterelnök jelölti viták, és akkor jöttem rá, hogy én mennyire nem értek a kommunikációs bár kommunikáció szakot végeztem, a kommunikáció doktorira is jártam de én amikor láttam a Gyurcsány Orbán vitát, én azt gondoltam, hogy a Lári Fárival meg minden, hogy ez egy sült bolond, föl is hívtam a baloldali barátaimat, hogy hú, hú, ugye ez teljesen gyagyás, és akkor így mondták, hogy nem. És ugye nyert is. Na, az ilyen szempontból volt nekem egy nagy meglepetés, hogy hogy... Hát, hogy én azt hittem, hogy, 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 hogy az több gáz, ahogy a Gyurcsány Ferenc viselkedett, és akkor közben meg igazából kiderült, hogy bejön az embereknek. Ez egy igazából ilyen kommunikációs szempontból érdekes. Tehát én ilyenkor nem, döltem a kardomba, vagy nem, nem, éreztem úgy, hogy itt a világnak a vége, vagy el kell költöznöm az országból, vagy ilyesmit, ö, hanem, hanem, mindig érdekelt, hogy, hogy, hogy és miért, és hogy történhetett meg. Hát de csak ember... nagyobb veszteséget éreztél erkölcsileg, meg a Magyarország jövőképét tekintve, mint egy egyszerű kommunikációs érdekesség. Hát nyilván éreztem vesztességet, meg, meg de, 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 tényleg az érdekel, hogy, tehát, hogy, hogy mi lehetett a probléma. Engem, na, tehát, ö, például ugye volt az a kampány, talán a 2006-os, hogy rosszabbul, élt, rosszabbul éltünk, mint, Igen. Élünk, mint, négy éve. És hogy ott, ott például az, hogy, hogy, szerintem az a negatív kampány, hogy az igazából nem működött, és, és azóta látszik is, hogy nem működik meg. Közben én ilyeneket tanultam, tehát azért mondom, hogy, hogy engem ez, ennek a kommunikációs része érdeket. Én a politikát sose veszem a, a személyes életemben, tehát én csak úgy tudok élni, hogy ilyen a intenzíven benne vagyok a politikában, hogy, a, hogy nekem van a személyes életem, a férjem nem is olvassa a Facebook bejegyzésemet, meg semmi, meg a kislányom, meg minden egy ilyen csodálatos paradicsomi világ, és amikor éppen olyan kedven van, akkor írogatok a Facebookra, de ez a kettő, ez teljesen elválasztódik, tehát amikor te azt te úgy képzeled, hogy én otthon nem tudom, zokogva ülök 2006-os választások estén, vagy 2002-es választások estén? nem. Tehát igen, barátaim, nem is mentem ki ilyen eredményvárókra, barátaimmal voltam, és hát láttuk, hogy mik az eredmények, és, elemeztük, hogy miért, miért történhetett ez meg. De visszatérve a kérdésedre, a 2010-es győzelem, az viszont hatalmas öröm volt. Azt akartam mondani, hogy az, azt már nem fogom bevenni, Fruzsi, hogy 2010-ben pedig békésen a Paprika tévét nézted otthon este. Nem, nem, hát néztem, tehát nem azt mondom, hogy nem néztem, csak és ott kimentem az eredményváróra, meg, meg kimentünk ünnepelni, meg hát Ja, hatalmas. mert már biztosra mentél, hát akkor már mindenki sejtette, hogy itt már ezt nem lehet elveszíteni. Hát igen, de például 2006-ban, hogy hát ugye volt a 2006, tehát igen, a, a, az összödi beszéd, a, a rendőr terror, meg mindent, tehát az, hogy, az, hogy ezt lehet csinálni, hogy, hogy egy, egy ilyen szörnyeteg így hatalmon maradhat, hogy, 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 az emberek nem váltják le, tehát hogy, engem, tehát, hogy, hogy olyan, olyan, érdekes, és, és végülis valahol ez kedves, hogy mi egy ilyen országban élünk, ahol, ahol senki, tehát hogy Gyurcsány Ferenc, engem mindig az érdekel, Gyurcsány Ferenc, mert én láttam a mamutba, meg a biszkubélát is láttam a mamutba, hogy látszik ez a mamut egy ilyen hely, hogy ezek az emberek mindezek után tudnak az utcán sétálgatni Magyarországon. Tehát nem köpik le őket, nem, nem tudom mi. Nyilván valami beszólást kapnak, de ez egy ilyen kedves ország. Mi nem, nem szoktunk el. Na, de a, a rendszerváltásunk ég. is egy román rendszerváltáshoz képest Igen. ugyanezt a Igen. analógiát Igen. mutatja. És akkor ebből kiderült, hogy, hogy végül meg, hogy megválasztják egy, egy pufajkást, hogy gyurcsányfencet is megválasztanak, hogy eltűrnek egy 2006-ot, tehát hogy, 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 hogy ilyenek vagyunk, de ugyanakkor meg meg hatalmas élmény azt látni, és megint csak szakmailag, hogy, hogy, a, hogy a Fidesz kiépített egy olyan iszonyatosan világprofi kommunikációs rendszert erre a néplélekre, erre az aranyos, kedves néplélekre ráérezve, akik, akik már nem dőlnek be pufaikásoknak, meg Gyurcsány Ferenceknek. Tehát végül is megtanultuk. Tehát volt <laughs> kellett idő, de végül is megtanultuk, és, és, ez hát hatalmas öröm volt, igen. És, és akkor még, még éltek a, hát pontosabban apukám pont előtte halt meg 2009-ben, és anyukám még élt, és emlékszem, hogy ezt mondta, hogy ú, ezt nem élte meg apukám. Tehát hogy az, hmm. az a 2010-es választások, az egy hatalmas öröm volt. A szörnyeteg. Tömlöcben van a helye? Abszolút akkor akkor neked is, és ebben elég masszívan van a mi hallgató és nézőközönségünkben is egy kritika a Fidesz felé. Hát az nekem Na az de meg te, te, mivel magyarázod azt, hogy, hogy a jogi környezet, a, a kommunikációs környezet mind, mind azt indokolja, hogy, hogy Feri itt legyen közöttünk szabadlábon? Ő a mumus. Ugye ez a legegyszerűbb variáció Rá, Szerintem ez így kimondva soha nem volt a Fidesz kommunikáció részéről, de nagyjából erre lehettek számítani, hogy ő egy ilyen mutogatni való ember, aki, aki még mindig hossz szavazatot négy évről négy évre. Ennek ellenére tömlötsz. Persze, persze, abszolút. Tömlötsz. Hát, hogy a Fidesz... Most mit mondjak, nem szólok bele a nagyok dolgába, leszek naiva. Itt most inkább lennék naiv egyébként, mert, mert, kényelmetlen erről beszélni. Nincs magyarázatom arra, hogy ezt miért csinálja a Fidesz. Az a magyarázatom rá, hogy, hogy ugye ők azt mondják, hogy független bíróság, ami így is van, de a független bíróság, tehát Biszkú Béla is azért nem lett elítélve, meg Gyurcsány Ferenc is azért nem lett elítélve, mert nem készültek jó vádiratok, mert feljelentések azok voltak, balsai bizottság, konkrétan terrorizmussal vádolják Gyurcsány Ferencet, bármikor elővehető, tehát most is nyugodtan tömlőzbe lehet rakni Gyurcsány Ferencet. Nekem összeesküvés elméleteim vannak ezekről, szóval egyszerűen nincs épeszű magyarázat szerintem arra, hogy Gyurcsány Ferenc Engedd férszak. el a fantáziát, Fruzsi, ez egy olyan műsor, nem le ledobhatod az összes szerepedet, amit rádaggattunk a mai műsor folyamán, mondd el, hogy mi az összeesküvés elméleted. Hát de az összes külső az ember nem beszél. Tehát, hogy az, az érted a, a... Hát de ha egyszer bejön, itt ezt a műsort mutogathatnád, hogy tessék, dátum szerint ekkor és ekkor elmondtam. Nem, hát én nem tudom. Tehát olyanokat, tehát ugye csináltam 2006-ról filmet. Én akkor megint csak naiva, volt egy nagyon kis idealista elképzelésem, láttam akkor egy nagyon jó dokumentumfilmet, egy román dokumentumfilmet, ahol a minisztert hetekig kísérték a, a dokumentumfilmes, az egészségügyi minisztert egy ilyen egészségügyi botrány kapcsán, és abból csinált egy filmet. És ezért ez nekem nagyon tetszett, és amikor megnyertem a 2006-os filmre a pénzt, akkor én fölhívtam a a Gulyás Gergelynek a sajtósát, hogy én azt úgy képzeltem el, hogy leül Varga Judit, Gulyás Gergely és Pintér Sándor, és mi még mi csak ott lennénk a szobában ilyen levegőbe levegő kis anyagaként vele <laughs> hallgattunk az ő beszélgetésükbe, és akkor így mondták, hogy hát Gulyás Gergelyt meg tudják ígérni Varga Juditot is, de az nem, tehát ez nem, nem így működik, ahogy én elképzelem a dolgokat. Aztán konkrétan a teljes belügyminisztérium, vagy teljes rendőrség nem nyilatkozott a filmembe. Úgy kellett elkészítenem 2006-ról egy filmet, ahogy hogy senki nem nyilatkozott. Én, én, én mindenkit felhívtam, hogy értsék meg, hogy annyira ciki, hogy nem nyilatkoznak. Talán csak egyrészt mit mondjak, másrészt itt ez a film, a Nemzeti Filmintézet támogatta. Olyan hülyén néz ki, hogy nem nyilatkozik senki. Tudtuk, meg tudtuk csinálni, mert ugye régen sokan nyilatkoztak, úgyhogy ilyen archívból be tudtuk vágni. Hm. Ö, aztán elhívott egy ilyen, volt leszerelt rendőrtábornok titkos megbeszélésre, háttérinformációk átadására, és akkor azt magyarázta el nekem, hogy itt hiába jönnek-mennek kormányok, a rendőrség az egy, azt nem lehet így lecserélni. Az ügyészség az egy, azt nem lehet így lecserélni. Tehát, hogyha egy valakinek lenne a bűne, akkor, akkor azt meg azt az egy valakit eljárásra levonják, és a többi elítélik, börtönbe van. De mivel ebbe az egészben annyi ember érintett, tehát ha megnézed tényleg a, végülis az egész rendőrség olyan szempontból, hogy, hogy hogy ugye hamis, hamis tanúzniuk kellett, nem tudom mi, tehát hogy aki nem is volt elkövető, az is. Meg hát ugye a rendőrség lett lejáratban, mi is azt mondjuk, hogy rendőrterror, tehát az egész rendőrség belekeveredett az egészbe. Utána, utána ugye az, azok a rögtönítélő bíróságok, hát, hát tényleg valami borzalom, hát. Volt ö, egy lány, ott állt véres fejjel, elkezdett menstruálni, nem tudom, agyonverve fiatal lány, és a bíró meg elítélte előzetesbe. Tehát, hogy olyan szörnyű dolgok történtek, ami elképzelhetetlen egy egy demokráciában. És utána meg az ügyészség, hogy ezt, hogy ugye nekik kellett volna kivizsgálni, mert ugye... A rendőrség ellen az ügyészség, katonai ügyészség nyomozott, és, és hogy ők, ők, ők nem találtak, tehát olyan tetteseket nem találtak meg, érted? Ott, ott van a filmemben, be van karikázva. Egyébként én már tudom a nevét, de a rendőrség nem találta meg, tehát hogy így elég nehéz. És akkor ez az egész, ez egy rendszer. És oké, okay, hogy jött az Orbán kormány, de most tényleg, akkor, akkor mit csinálsz? Tehát most akkor akkor lecsukod a fél rendőrséget, a fél ügyészséget, a fél bíróságot és Gyurcsány Ferencet. Tehát, hogy ez, ez, ez volt a magyarázata. Értem is, meg nem is értem. Én azt mondom, hogy, hogy, akkor is akkor azért akkor ki lehet venni a fejeseket, hogy jó, akkor csukjuk le Gyurcsány Ferencet, meg a Gergényi Gergény. Pétert, meg a nem tudom három-négy rendőrfőnököt, és akkor mondjuk azt, hogy a többi meg amnestia, mert ők végül is parancsra cselekedtek, tehát igazából annyira nem is lehet őket felelősségre vonni, bár azért, na, de mindegy, mondjuk azt, hogy parancsra cselekedtek, legyen következménye. Tehát az, hogy nincs következménye, azt szerintem egy iszonyú erkölcsi kára a magyar társadalom. Egykori komcsi vadászként, tehát most ez egy ilyen jól hangzó jelző hozzá Fruzsi. A szimatod valószínűleg jobban kifejlett erre. Sok komcsi van a mai bírói karban? Ja, nem így. Hát már szinte meghaltak a komcsik. Nem. Én, és nem is... Tehát én nem mondanék ilyet, tehát iszonyú sok rendes rendőrrel találkoztam. Hát engem megkerestek rendőrök, akik megbánták. Volt rendőr, aki arcolnével, azóta is nagyon jó vagyok vele, rendőr parancsnok volt. Uh, ugyanígy nagyon sok rendes bíró. Egyébként a bíróságok voltak a legkevésbé érintettek, mert ott a másodfokon aztán helyre tették. Tehát a másodfokú bíróság az majdnem, tehát gyakorlatilag aztán mindenkit kiengedett. Uh, úgyhogy, úgyhogy igazából uh, szerintem többségében jó emberek vannak, és többségében uh, uh, nekik is a megtisztulás lenne a céluk, meg a jó, és egyébként Pintér Sándor nagyon sok, tehát nagyon sok következménye lett 2006-nak, tehát ők egyébként a rendőrségen belül úgy tudom, hogy felelősségre vannak, nyugdíjazták az érintett rendőröket, most már tanítják a, a rendőrtiszti főiskolán kifejezetten 2006-ot, hogy kell bánni ilyen helyzetben a tüntetőkkel, hogy kell ez ilyen helyzeteket kezelni. Nézd meg, hogy mi van ma egy tüntetésen, tehát milyen hihetetlen profik, és milyen profin tudják kezelni a helyzeteket. Tehát rengeteget tettek azért, hogy ebből, hogy ebből tanuljunk, hogy a, hogy a helyzet megváltozzon, hogy megtisztuljon a rendőrség. Ugyanígy a bíróságok is. Az ügyészségben nem vagyok annyira biztos. Szerintem ott, ott, ott rezeg leginkább a létsz. Tehát az ügyészségnél állt meg, a viszkügy is az ügyészségnél állt meg. Nem volt normális vádirat. És, és itt is igazából a bíró mit tud tenni, ha nincs normális vádirat? Tehát, hogyha nincsenek bevádolva ezek a rendőrök, akkor akkor a bíró nem tudja elintélni őket. Tessék inni. Köszönöm. Tudod, mik vannak a kezemben? Nem. Akkor szégyed magad, mert nem sok bezseget láttam. Ennyiből már van, aki tudja, és remeg. Van egy nem kedves játékunk a végén. Neveket fogsz, kedves Ruzsi, hallani. A feladatod az, hogy minden név után az első gondolatod, de tényleg az első gondolatod azonnal, ami eszedbe jut, nagyon tömören egy mondat, vagy egy szó, maximum két-három mondat tovább. Többet nem engedek. És peregni fog az egész. Antal József. Hát én mérges vagyok a privatizáció miatt, úgyhogy uh, szó szó. Meg Hon... nem tetszettek volna forradalmat csinálni, tehát hogy nekem ez, ez zavar. Hondyula. Hát az nem az ő hibája, megválasztották Hondyulát egy pufajkást, szomorú. Megyesi Péter. Hát azt gondolom, hogy szint alatti. De végül is megnyerte a <laughs> választásokat. Gyurcsány Ferenc. Patás ördög. Orbán Viktor. Hát, hát tényleg egy géniusz. Tehát most nem tudok mit mondani. Egy olyan politikai karakter, ami kevés van a világon. Gönc Árpád. Erről hadd mondjuk kicsit többet, mint egy mondatot. Csak azért, mert annyira aranyos. A szüleim a rendszerváltáskor alapítottak egy csomó egyesületet. Természetvédelmi egyesületet, és a, ott a Városkuti Önkormányzati Egyesületet, mert ott laktak, és oda a kormányrezidenciába beköltözött Gönc Árpád, 90-ben, és a szüleim megkérték, hogy az egyesületnek legyen tagja. E, és hát ő tagja lett, de voltak tizen, tehát mert ott a környéken laktak a szüleim, <laughs> és akkor, amikor a taxi volt, akkor anyukám megírta neki, hogy kiléptetik az egyesületet. <laughs> Sólyom László. Hát, zöld. Áder János. Bemondott, hogy kék a víz miatt, <laughs> <laughs> <Gyer, Rusi. gül> Én nagyon szeretem Ádár János, és a feleségét, meg főleg ő nagyon sokat uh, Herceg -Anita nagyon sokat segít nekünk. Én, én nagyon szeretem őket. Novák Katalin. Hát, jó, a, 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 mi királynőnk. Demszki Gábor. Szerintem ő volant. Tarlós István. <laughs> Szerintem nagyon, nagyon pragmatikus, nagyon jó vezető, és vicces. Karácsony Gergely. Minden, ami ennek az ellentét. <laughs> nem, én Karácsony Gergely De ez nem itteni coming out, mintha ezt már hallottam volna tőled. Igen, ő eljött a 2006-os filmünk bemutatójára. Az elsőként, amikor megválasztották, meghívott civilként minket az ilyen civil fórumára, kirakta a babazászlónkat, most a Dézsi kutatunk ilyen földalatti alagutakat. Kedvezek nektek egy babazászlóval, meg kedvezek nektek egy Pride zászlóval. nem, nincs ilyen érzésed kicsit, hogy... hogy... Én, én, azt gondolom, én nem tudom, tehát azt nem tudom, hogy milyen vezető nem tűnik túl jónak, de emberileg én, én a tűzbe teszem értek kezem, bár nem ismerem nagyon. Szerintem ő egy ö, ö, alapvetően jó ember, ö, jó szándékú, szereti a felsét, szereti a családját, tesz gesztusokat, nyilván politikai jogból teszi, de, de mondjuk a bal oldalon messze ő a legelfogadhatóbb számomra. Izgalmas komment szekciónak nézünk a YouTube-on Fruzsi elébe, mert itt egyrészt kőkemény tudsz lenni, és azért pajzsra emelnek, másrészt meg olyan megengedő tudsz lenni, hogy nagyon kíváncsi leszek. Sziáltó, Péter! Hú, szeretem hallgatni, ilyen kemény, kemény fickó. Néha azt, tehát én ahhoz nem értek, hogy a diplomáciában lehet, hogy nem mindig jó, hogy valaki ilyen kart kikart vonul. Tehát nem tudom, hogy diplomáciai, diplomáciailag ez jó-e, de hogy uh, úgy jó hallgatni, vagy, vagy büszke vagyok rá, hogy ilyen külügyminiszterünk van, az biztos. Varga Judit. Hát én nagyon örülök, hogy ilyen uh, jó női politikusaink vannak. Egyébként a feministák irigykednek ránk, hogy a, hogy a Fideszben van igazából női karrier lehetőség. Tényleg, ha megnézed, itt, itt, itt köztársasági elnök, miniszter, de akár én is, tehát hogy én azt látom, hogy, hogy a médiában, jobboldali médiában abszolút végtelen lehetőségeim vannak, már csak azért is, hogy nő vagyok. Orbán Balázs. Ú, nekem a nagy kedvencem. Annyira szóltam, amikor vitatkozik. Egy csomószor beírtam alá ilyen kis rajongó kommenteket. Dajc Tamás. Hát őt nem nagyon ismerem, de jó pofa. Kocsis Máté. Ő is, ő is, ez a karakán típus. Lázár János. Őt most a szípekkel hallottam életemben először beszélni, és én nem tudtam, hogy ilyen jó szónak. Nagyon, nagyon meglepő volt egy saját karakterű, erős, de a, a nem családbarát vállalat, vagy cég, vagy nem tudom, mit mondott a miniszterelnökségre, az nem tetszik. Dobrev Klára. Ez... Hát, ugye, nem tudom. <laughs> én nem, 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 tehát egyrészt én nem értem, hogy, hogy miért, miért nem próbál meg nőiesen kinézni. Ezt nem tudom, hogy ezt miért csinálja. Milyen furcsa más egy szexista kijelentés egy nő szájából? Nem, de hogy tehát nőies lenne ez, ez egy ilyen öltözkedés. Én, én csak, ezen csak mindig így csodálkozom, hogy most nem, nem mondom rá, hogy csúnya vagy nem tudom, csak hogy a nagyon Bár nő, ez lenne a legnagyobb probléma. Férfiasan öltözködik. Hát nyilván a Dobrev család az, az semmilyen szinten nem elfogadható. És képzeld el, hogy van egy olyan. 2006-os filmben van egy olyan ö, áldozat, akinek a, 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 a nagyomamáját még Dobrevék ítélték el, 56 után, és, a, és az unokáját meg Gyurcsány Ferencék verették össze. Szóval, ö, nagy tragédiák felelőse az az egész család. Nagyon fura a helyzet, mert boldogan hallgatnék még ilyen sztorikat, a boldogant idézőjelben mondom műsor szempontjából, de fel kell pörögnünk, és egyre szigorúbban kérem a rövid válaszokat. Márkizai Péter. Hát reményteli volt, de aztán kiderült, hogy kicsit nem százas. Jakab Péter. <laughs> ez a katasztrófa. Donát Anna. Idegesítő. Csak Katalin. Ő is. <laughs> Békés Márton. Csinálsz sok jó dolgot. Géfodor Gábor. Ő is. <laughs> Demeter Szilárd. Hú, nagyon szeretem Szilárd. Ugye ő, ő Mandi neves volt, úgyhogy hogy még az irodalmi műveit is olvastam. Nagyon szeretem a nyilatkozatait szoktam ráírni, gratulálni neki, jópa vagyunk. Elsibon László. Őt is szeretem. Ókovágy Szilveszter. Őt is. <laughs> Rákai ugye... Filip. Őt is. Uh, ismerem régóta. Hát drukkolok neki, nem tudom, remélem jó lesz a Petőfi Bohár Dániel. Ő volt a másik vendégem. Nagyon szeretem a stílusát. Uh, ugye én mondtam, hogy nekem így Michael, vagy nem mondtam, de nekem Michael Moore példaképpen, vagy a Biscuff film is az alapján készült, és én ezt nagyon szeretem, ez nem naiv, ez a lagymatak stílus, vagy nem tudom, ilyen bombán oda megy valaki, én is ezt képviselem, és, és, a Dani ennek egy nagyon ügyes szakértője. De Daniel. Jó, 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 itt az internet sztárja. Kohán Mátyás őt nagyon szeretem. Nagyon-nagyon tehetségesnek tartom, és uh, nagyon reményteli. Egyik legjobb újságíró szerintem. Kacso Dániel. Ő is. Nagyon jó. Jeszenszki Zsolt. Hát, uh, hát az kétségtelen, hogy egy, egy stílust behozott, uh, de nagyon más világ. És akkor itt sikerült a műsorod nevét is bemondani. Szilvai Gergely. Őt is nagyon szeretem, ugye ő is mandineres régi barátom, nagyon komoly harcot vív itt a gender témában, nagyon drukkolok neki és nagyon ügyes. A következő neveknél kizárt, hogy az összeset úgy fogod kezdeni, mint az előző publicistáknál, influencereknél, hogy őt is nagyon szeretem. Puzsér Robert. Ő, ő nekem barátom. Úgyhogy... Busztus dolgok. És, és, nagyon... Hát az ő stílusa az, az, egy hungarikum, vagy hát lehet, hogy máshol is van ilyen, ő, ami a mi Puzsér hazánk Puzsér Robertje. Stumpf András. Öt, öt, mint interjú készítőt sokat tanultam tőle, és, és nagyon jónak tartom. Nagyon sajnálom, hogy elkerült. Én nekem van egy olyan titkos vágyam, hogy a elkerültek, egyszer visszakerülnek. Tehát van visszaút a abból, azt mondod. Hát én nagyon szeretném, ha lenne. Nem látom egyelőre erre nyitottságot, de én, én azt gondolom, hogy a ideális élethelyzetben ezek a barátaim, akik azóta elkerültek, azok visszakerülnek, mint hazafiak. Nagy József őt is nagyon tisztelem. Hát csak nagyon tisztelem, tisztel, ismerem is. Dévény István. Ő, hát vele barátságban vagyok, és, és nagyon kedvelem, nagyon sajnálom, hogy elment, de most ő egyébként föl is hívtam, mert az ATV-ben egy műsorban vitatkozott, és, és nagyon, nagyon normális volt, nem ez a gyilkos típus, és, és, mondtam neki, hogy olyan jó lenne, ha ilyen beszélgetések lennének. És Gulyás Márton. Hát voltam nála, én hívtam a más világba, de végülis nem jött. Úgy volt, hogy jön, de mondta, hogy ő igazából nem megy műsorokba, mert saját magát építi, ez még az elején volt a partizánnak. Ő nagyon tehetséges, tőle is sokat tanulok. Fruzsi, köszönöm szépen, hogy eljöttél a bezzekbe, és beszélgettünk egy, egy jót azt gondolom, hogy kaptunk egy másik megvilágítást erről, most jobb hiány mondom ezt a naíva szerepet, de nem akarom, hogy ez rajtad ragadjon, de kaptunk egy másféle megvilágítást, hogy ebbe beláthatunk, de valahol pedig igazoltad is, hogy, hogy ez a fajta konszenzusra való törekvésed azokkal az emberekkel, akikkel iszonyatos széles árkok alakultak ki. Egyrészt ideológiai, másrészt szakmai árkok. Közöttünk, hogy azokkal te megtaláld a hangot. Hát én ehhez sok sikert kívánok, és természetesen azok a társadalmi ügyek, amiket felkarolsz, és viszed a három királyfi, három királynő ügyét is, azokhoz erőt, kitartást is, és sok szerencsét kívánunk a szerkesztőség nevében. Köszönöm, Köszönöm. hogy itt voltál. Skrapski Fruzsina volt a mai bezzeg vendége, Lentulai Krisztiánt látták, hallották. Egy hét múlva jövünk ismét itt a Hírefem YouTube csatornáján. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra, viszonthallásra, sziasztok!